November 20-án horgászversenyt rendeztek a Vadkerti tónál, előtte azonban november 8-án a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület haltelepítést végzett. Így a mostani és az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetően kiváló halállománnyal rendelkezik a Vadkerti tó. A tavaly évben 160 mázsa pontyot telepítettünk a vízben, és 8095 kiló pontyot fogtak ki, plusz 823 kiló süllőt, 255 kiló amúrt, 30 néhány kiló csukát. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük a pontyállományt, ami ugye a fő halunk a süllő mellett, akkor a tavalyi évből is 80 mázsa ponty maradt a vízben. Most a 8-ai telepítésnél ez az Egyesület 60 mázsa hal telepítését tervezte, de mivel sikerült újból egy MOHOZ pályázaton nyerni támogatást, így azzal plusz 12 mázsa ponty és 300 kg süllő az került a vízben. Így tulajdonképpen 8-án 72 mázsa ponty került a vízbe, ebből 6 mázsa, tehát 600 kg volt a két nyaras, az összes többi fogható méretű három nyaras ponty és egy nyaras süllő kerültek a vízbe. Kerülnek egy-két napon belül. A horgász szerencsét azonban nem csak a haltelepítések befolyásolják. Az idei év az országosan, úgy tájékozottam, vagy értesültem róla, hogy országosan problémás. Úgyhogy hogy is lehet erről értesülni? Nagyon sok napügyesünk jött, akik azért jöttek, mert hogy nem tudnak sehol halat fogni. Mi abba bíztunk, hogy ebbe a jó telepített vízbe, ők is, mi is abba bíztunk, hogy ebbe a jó telepített vízbe majd lehet fogni. Tulajdonképpen nem jó az idei év a horgászati szempontjából, nagyon nehéz halat fogni, valószínűleg a nagy hőség. Most meg én úgy vélem, hogy a túl algásodott víz és az elpusztult alga, ami a víznek a minőségét befolyásolja, ez miatt a halaknak nincs étvágya. Egyébként a halállomány szerintem csodálatosan nagy a vízben. Nyilván itt is kicsit fontolóra kell venni azt is majd, hogy mennyit telepítünk a vízben, a vízállás is figyelembe véve, mert nem célszerű az, hogyha túl telepített egy tó. Aki sokat van a vízparton, annak biztosan okozott már bosszúságot az a törpeharcsa, mely Észak-Amerikából származik. Természetes ellenséggel nem képesek kordában tartani állományát, így a számára jó életfeltételeket kínáló vizeken nagyon el tud szaporodni. A törpeharcsa gyérítés az bejelentés köteles, engedélyhez engedélyköteles tevékenység, és a Horgász Egyesületünknek ehhez nincs meg az engedélye, ezért külsős partnert szoktunk megbízni, akkor, amikor megkapjuk a FM-től, a földművelésügytől az engedélyt. De mivel idén nem annyira panaszkodtak sem a horgászok, sem a gyerektáborban nem volt probléma a törpeharcsa, ezért megkockáztattuk azt, nyilvánosan elmondom, hogy az Egyesületnek a saját varsáit, 10 darabot két héten keresztül letettünk, ilyen teszt törpeharcsa halászatot csináltunk, és meglepő eredmény született, ugyanis 4 kg törpeharcsát tudtunk kivenni. Tehát valószínűleg a vízbe a törpeharcsa állomány nem szűnt meg, de rettenetesen ritkult, és a mai horgász versenyen is azt tapasztaljuk, hogy aki gilisztával, élőcsalival csalisztak, nem fogtak törpeharcsát. Tehát valószínűleg a vízbe a törpeharcsa állomány az nagyon meggyérült, hála Istennek. Ungvári Ferenc, a Soltvadkert Kiskörös Petőfi Horgász Egyesület elnöke a tó vízszintjével kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzat és a Horgász Egyesület is nagyon nehéz helyzetben van a vízhiány miatt. 70-80 centi vízszint hiányzik minimum. Nagyon sok vizet engedett a város nyilván a egyesületi hozzájárulással a tóban, de az arra volt elég, hogy szinten tartsa a nyári szintet. Most, amikor jött a lehűlés, akkor ugye beindul a párolgás, mivel a meleg víz éjszaka, hogy hűl, óriási párafelhő keletkezik a tó felett, ez mind a tóból jön ki, ez víz tulajdonképpen, és most még csökkent a vízszint. Na most a vízkvóta mennyiséget, illetve attól többet a város beleengedett a tóban. Úgy tudom, hogy január 1-én fogják indítani újból a kutat. Nem tudom, hogy mi a megoldás, illetve úgy gondolom, hogy a csapadék lenne a megoldás, mert ezt egyéb más kútból nem lehet pótolni, és nem is szerencsés, hogyha a teljes mennyiség kútból van pótolva. A Horgász Egyesület tagjai a téli időszakban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tó élővilága és a környezet a következő horgász szezonig megőrizze mostani állapotát. A nádvágással kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy mivel a nád torzsák alatt van a vízszint,
mi nem tudnánk vágni, azt csak géppel lehetne vágni. Tulajdonképpen ez városi hatáskör jobban a nádnak a vágás, ami Horgász Egyesület, csak segítségként belekapcsolódunk, meg több civil szervezet egyébként a városban. Nagyon jól működően, visszatekintve a 2016-os évre is óriási összefogás volt a nádvágásban. Hát a parttal kapcsolatosan ugye egy csodálatos part szakaszhoz jött létre itt, és nem hiszem, hogy most nagyon hozzá kell nyúlni. A takarítás az meg egy abszolút természetes dolog, hiszen az Egyesületnek az arculatához hozzátartozik az, hogy rendezett legyen a part. A versenyről az elnök elmondta, hogy hagyományosan minden év november második felében rendezik meg a halászlékkupa horgászversenyt. A cél az volt vele, hogy a horgászok az évvégi telepítés után meg tudják fogni a karácsonyi halat a családnak. 2016-ban a víz befagyott, akkor volt a nagy nádvágás a tón, és akkor elmaradt, de a következő években már minden évben megcsináltuk. Tulajdonképpen a karácsonyi halnak a megfogásáról szolgál, ezt minden évben tesszük, jellemzően így november második felében. A versenyen résztvevők száma felülmúlta a szervezők elképzeléseit. Meglepően sokan jöttek most el 27-en, jellemzően azért olyan 10 páran szoktak csak lenni, mivel ugye az előző években volt egy rossz tapasztalat. Most azért jöttek ennyire sokan, mert november 8-án volt egy nagy telepítésünk, és bíztak abba, hogy a halatok fognak tudni fogni. Most még nem tudom az eredményeket, de amit végigjárva a partot, nem annyira aktívan kaptak a halak, tehát valószínű probléma van most is a halal, pedig halmennyiség van benne rendesen a vízben. A versenyszabályok szerint minden induló egy bottal és egy horoggal horgászhatott. A kiszámíthatatlan időjárás miatt azonban egy kicsit változtatni kellett az eddigi gyakorlaton. Nem tudtuk az időjárás milyen lesz, és ugye a csónakba végigülni 4-5 óra hosszát bent a hideg vízen, a szélben, esetleg esőben nem biztos, hogy szerencsés, és a horgásztársadalomnak is ez volt a kérése, hogy elég a parti horgászat. Aki csónakból horgászik egyébként, az most itt van kint a parton, és innen horgászik. A versenygyőztes Perec Patrik lett, akinek egy 2 kg 24 dekás halat sikerült kifognia a karácsonyi halászléhez. Kiskorom óta horgászok, inkább a papám tavába kezdtem el így horgászgatni. 3. éve vagyok itt tag, idéntől vagyok felnőtt, és idén úgy jobban ráálltam a nagyobb halakra, bojlizgattam, most fédereztem. Milyen szerelékkel dolgoztam mai napon? Most metód szerelékkel horgáztam, és 12-es horoggal. Csalik tekintetében mit alkalmaztál? Inkább ilyen wafterek, csoki narancs, eperkrém, csemege kukoricás, ilyen ízekbe. Igazodni kell a csalizás tekintetében esetleg a hidegebb időjáráshoz? Nyári időszakban más csalikat használsz, alkalmazol? Igen, hideg vízben inkább kisebb csalikat, kisebb horgukat, kisebb a szívó ereje a halnak is, ezért inkább kisebb csalik. Itt a mai napon a sorsolás mennyire kedvezett neked, hol volt a helyed, honnan tudtál pecázni? Inkább a partszakasz elején kaptam, és oda húztam, és hát ott kicsit mélyebb a víz, az kedvező volt, de iszapos. Iszapban meg belesüljed a kosár, keresni kell olyan keményebb placokat. Mai horgászat alkalmával milyen halakat fogtál? Úgy tudom, azért akadt a horogra néhány. Igen, fogtam egy kisebb pontyot, meg 3 dévérkesziget. Ez, hogyha mai napot nézed, akkor mennyire vagy megelégedve? A többieknek nem nagyon sikerült megakasztani halakat. Igazából viszonylag elégedett vagyok magammal. De inkább nem. Tegnap többet fogtam. Mi volt itt a tón az eddigi legnagyobb halad? Milyen fajtákat, miket fogtál? Idén fogtam egy 23 kilós busát, és idén megdöntöttem az amúr rekordomat, és egy 8 kilós amúrra, meg fogtam egy 10 és feles pontyot. Az ilyen nagy halakat mennyire nehéz kihozni? Esetleg sokáig kell fárasztani, hogyan tudod megszákolni? Egy picit erről mesélj. Nem könnyű megfogni őket, alapból súlyuk véget is, meg főként ezen a vizen, mert nagyon kevés van benne ezekből a nagyobb példányokból. Szelektálni kell. Nagyon sok volt benne a picike idén, és igen, idén. Nagyon nehéz volt leszelektálni őket.
hogyha jössz még ide a télen pecázni, akkor pontyokra, kárászok vagy rablóharakra fogsz horgászni. Hogyan látod? Én próbálok most ülőre, csukára, de azért a pontyot sem hagyom. Azért ott azt is megpróbálom még fogni. Perec Patrik után Füleki Csaba végzett a második helyen, 1,91 dekás halával. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Bangó Sándor állhatott fel, 1,77 dekás halával.